Szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon, délutánon, ugye attól függ, hogy mikor nézitek. Hiszed vagy nem, de most már vagy tizedszer újra kezdtem ezt a videót. Úgyis nem tudom, hogy hogyan osztam meg veletek, vagy mit mondjak. A címből már lehet, hogy rájöttetek, hogy ez a mai videó miről szól, vagy miről fog szólni, vagy mit akarok veletek megosztani. A múltkor ugye mondtam nektek, hogy ugye költözünk, sok mindent el kell intéznem, úgyhogy lehet, hogy a vlogoknak, a videóknak a sűrűsége egy kicsit lejjebb csökkenik, lehet, hogy hetente csak egyszer vagy kétszer lesz. Úgy döntöttem, hogy egy időre elmegyek, végülis nem szabadságra, mert ugyanúgy fog dolgozni tovább, meg az élet ugye megy tovább, de egy kis szünetet tartok a videókkal, a vlogolásban, a mindenféle fajta ugye videókban. Hogy mennyi időre, nem tudom. Tehát nem akarok hülyeséget mondani, vagy hazudni, vagy akármit, ugye. Lehet, hogy egy hétre, lehet, hogy kettőre, lehet, hogy egy hónapra, de lehet, hogy hat hónapra, de lehet, hogy egy évre, nem tudom. Egyelőre abba akarom hagyni egy nagyon picit ezeket a vlogokat, legalább addig, még elköltözünk, és majd utána, amikor egy kicsit felfrissültünk, vagy felfrissültem, újra fogom kezdeni. Tehát nem fogom itt hagyni ugye a YouTube csatornát, ugye ezt a csatornát, semmit sem hagyok itt. Én ugyanúgy szeretek videózni, ugyanúgy fogok is a jövőben, de egyelőre én azt mondom, hogy egy nagyon pici szünetet szeretnék tartani. Egy azért, mert ugye költözünk, ahogy mondtam, költözünk, pakolunk, nagyon sok mindent el kell intézni, és nem akarom, végülis videózni tudnák, de nem akarom, hogy ilyen értelmetlen videókat töltsek fel, aminek se füle, se farka, se lej, se vége, ugye? Úgyhogy arra gondoltam, hogy legalább minimum erre a kis időre szüneteltetem, és hogyha visszajövök, vagy mikor visszajövök, akkor ugyanúgy akarom folytatni a vlogolást, meg a videókat, mint régen. Tehát nem tudom, hogy láttátok-e, vagy nem, az újak lehet, hogy nem, de a régi emberek, akik itt vannak régóta velem, tudjátok, hogy régebben minden másnap volt videó, tehát mindegy, hogy én beteg voltam, esett, mondjuk ahol az nem esett, de ez esett, akármit volt, minden másnap volt videó. Ha egy rövidebb is, akkor is valami volt, és jelenleg mostanában ugye, hogy olyan az idő, nem olyan az idő, de hogyha nem tudok mit videózni, vagy nincs olyan kedvem, akkor nem videózok, és ezért hetente csak kettő videó van mondjuk, vagy három, tehát nem ilyen rendszeres, mint régen. Tehát azt szeretném, hogy ha visszajövök, nem. Mikor visszajövök, akkor ugyanígy rendszeres videók fognak lenni, minden másnap, lehet, hogy minden nap, de lehet, hogy csak hetente egyszer, nem tudom, de rendszeresek lesznek, és érdekesebbek, legalábbis szerintem érdekesebb, ugye, és van egy pár ötletem már, hogy mit szeretnék majd videózni a jövőben, mit nem. Ahogy mondtam, nem akarok hülyeséget mondani, ugyanis nem tudom, hogy lehet, hogy egy hét, múlva visszajövök, amint elköltöztünk, de jelenleg a fejem nekem így minden felé áll. Ugyanúgy, mint ugye tavaly is, szerintem idén még jobban. Valószínűleg azért, mert ugye sietni kellett, mindent kellett, és tegnapi nap is rettentő hosszú volt. És én nem szeretnék ugye videózni, mert szerintem nincsen értelme. Tehát amint egy kicsit a fejem felfrissült, valószínűleg jobban érzem magam, és visszajövök, de lehet, hogy egy kicsit hosszabb szünetet tartok, ahogy mondtam, nem tudom. De vissza fogok jönni. Mindenkinek meg szeretném köszönni, aki eddig itt volt velem, ugye itt voltatok velem, és támogattatok. Ugye néztétek a videót, úgy értem, hogy támogattatok, néztétek a videókat rendszeresen. Ha nem is rendszeresen, akkor is néztétek itt-ott, kommentáltatok, lájkoltatok. Én mindenkinek nagyon meg szeretném köszönni, ugyanis ugye nélkületek ez a csatorna sehol nem lenne. Nézegettem a régebbi videókat nem régen, ugye, és mikor elkezdtem a csatornát ezekkel a vicces dolgokkal, most így visszanézve elég ilyen buta viccek, hülye viccek voltak, ugye, ahogy beszéltem, meg minden, a kártyatrükkök, ugye, rettentő sok minden történt, ugye, annak idején a Davis, ugye, nem is terveztük a Davis-t, és nagyon sok minden történt ebben a több mint két és fél évben most már, majdnem ugye háromba. Megszületett a Davis, mindent lefilmeztem nektek, legalábbis nagyon sok mindent. És én remélem, hogy sikerült olyan dolgokat, amit ugye nem láttatok volna, sikerült olyan dolgokat megosztani veletek, a tájat, hogy működnek ugye itt Ausztráliában dolgok, meg sok más érdekes videót. Én nagyon remélem, hogy ha nem is mindenki, de egy páran, ugye amikor majd visszajövök, ugyanúgy itt fogtok lenni, vagy nézni fogjátok a videókat továbbra is, hogyha nem, akkor nektek meg szeretném köszönni, hogy velem voltatok. Ahogy mondtam, visszajövök, hogy mikor, nem tudom. De amit akartam tőletek kérdezni,
Ugye a Valami Ötnek még mindig van három része. Ezt a három részt meg szerettem volna osztani minden egyes szombaton, de nem tudom mit csináljam. Ezeket továbbra is megosztom minden egyes szombaton, és sorsolás úgy lenne, hogy a videó alá ugye pár napra később megírom kommentbe, ugye, hogy ki nyert, én kisorsolom, ugye, mert nincs videó. Ott megosztom, és a szerencsés nyertest, ott megosztom a szerencsés nyertest, vagy pedig ezeket a Valami Ötöket megtartsam, és majd mikor visszajövök, akkor osztam meg ugye majd veletek. Tehát, hogy gondoljátok, ide a videó alá írjátok meg, hogy mi legyen. Legyen Valami Öt ugyanúgy minden szombaton, bár kommentekre nem tudom, hogy tudok-e válaszolni, vagy nem, ugyanis ahogy mondtam, költözés miatt valószínűleg az internet nem fog működni, lehet, hogy egy hétig, lehet, hogy kettő, fogalmam nincsen. A múltkor ugye egy hónapig nem működött körülbelül, vagy valahogy kettő, ilyen össze-visszaság volt, és ezért gondoltam, hogy ha más nem, ugye egy kommentet a telefonról is ugye tudok írni, meg itt-ott próbálok majd válaszolni kommentekre azért, de nem mindegyikre. Úgyhogy, ha gondoljátok, ide a videóra írjátok meg, hogy mi legyen. Megtartjuk a Valami Ötöt minden egyes szombaton, vagy pedig megtartjuk, és majd megosztom, hogy ha vagy amikor visszajöttem valamikor a jövőben. De még mielőtt elmegyek, ki szeretném sorsolni a most szombati Valami Ötnek a szerencsés nyertesét, amit már meg is tettem, ugyanis én betöltöttem itt a számítógépen. Ugye az volt a kérdés, hogy melyik hullámvasútra ülnél fel legszívesebben, ugyanis elmentünk ide a Vidámparkba, Mújvörbe, felültünk 5 darab hullámvasútra, mi kedvencünkre, és kérdeztük, hogy te melyikre ülnél fel. A szerencsés nyertes pedig nem más, mint Balázs BB, én a Scooby-Doo-sra mutatom, Balázs BB. Nem tudom, hogy fókuszol a kamera, vagy nem rendesen, ott. Gratulálni szeretnék neked, arra kérlek meg, hogy YouTube üzenetbe küldd el a címeret, hogy hol küldhetem a kis kulcstartót, meg ugye a képeslapot, és meg fogom tenni valószínűleg, hogy a héten, de legkésőbb jövő héten fel fogom adni neked. Aki nem nyert, nem kell elkeseredni, mert a jövőben is lesz még ilyen, mikor visszajövök, és lesz még nagyon sok nyereményjáték. Úgyhogy! Egyelőre ennyit, nem mára ennyit, mégis mára is ennyit, meg most egyelőre ennyit. Én tényleg mindenkinek meg szeretném köszönni, hogy velem voltatok, ugye. Ha nem is sokáig, mert új feliratkozó voltál, de legalább egy hétig is, vagy egy napig is, én mindenkinek meg szeretném köszönni, ugyanis, ahogy mondtam, ez a csatorna nélkületek nem lenne sehol sem. Amúgy, amit elfelejtettem mondani, a házat megkaptuk, hogy melyiket, azt nem árulom el, ugyanis majd meglátjátok legközelebbi videóban, amikor visszajövök valamikor. Úgyhogy mára ennyit, vagy egyelőre ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, úgy attól függ, hogy mikor nézitek. Ahogy szoktam mondani, sziasztok!